Itt a Bartók Béla megyei művelődési központban tartotta a tanévnyitó ünnepségét a Győr-Moson-Sopron megyei pedagógiai intézet. A megjelenteket elsőként Széles Sándor köszöntötte. A kormány megbízott külön kitért a pedagógus életpályamodell jelentőségére, egyúttal kiemelte az államtitkárasszony látogatását a rendezvényre. Ma reggel Miskolcon kezdte a napját, illetve Budapesten, azt követően Miskolcon volt, és még bevállalta ezt a győri rendezvényt, hogy egyrészt megtisztelje a megyében dolgozó pedagógusokat, intézményvezetőket, másrészt olyan információkat adjon, mivel valóban ebben a nagyon nehéz helyzetben, amiben a pedagógus társadalom van, kicsit talán könnyebben érjen célba. Blazovicsné Varga Marianna Tellerede egy a változásokról írt idézetével kezdte köszöntőjét. Mint mondta, a változás az, amely képes fejlődést hozni, ugyanakkor megújulást is jelent és eredményeket hoz. Tavaly pedig számos eredményt könyvelhetett el a pedagógus társadalom és a győri tankerület. Elindult a PBESZ belül ösztöndíjprogram, mely a pedagógusok képzését támogatja. Megalakult a Nemzeti Pedagógus Kar, melynek elnöke legnagyobb örömünkre a Győri Révai Miklós Gimnázium igazgatója lett, és az országos elnökségben szintén egy győri igazgatón képviseli megyénket, valamint a felügyelő bizottságban is egy harmadik győri igazgatót köszönthettünk. Ezt önöknek köszönjük, az önök pozitív hozzáállásának és a szavazásban történő aktív részvételüknek. Cunyiné dr. Bertalan Judit partnerül hívta a pedagógusokat, hogy segítsék a magyar köznevelés megújítását. Az államtitkár szerint az elmúlt 25 év a folyamatos változásokról szólt, most azonban egy strukturális reformra van szükség, hiszen a korábbi problémák több tőről fakadnak. Ezek közül említett meg néhányat. Sokan emlékszünk rá, hogy amikor kinyíltak a kapuk a rendszerváltást követően, mondjuk úgy, hogy és fogalmazunk is egyértelműen az ideológiai vagy világnézeti kapuk, akkor sok minden bekerült az iskolába. Megváltozott a pedagógusok, a tanárok munkavégzésének a körülménye, a fenntartói szerkezet átalakult, a helyi tantervek, általában a nemzeti alaptanterv és a hozzávaló viszonyulás egy teljesen másik munkakörülményt, egy másik munkafolyamatot és munkaformát jelentett az iskolákban. A szerdai rendezvényen kiderült, hogy a változás igazán hatékony csak akkor lehet, ha az összefogással valósul meg.